A berlini karácsonyi vásáron történt 2 évvel ezelőtti terrortámadás áldozataira emlékeztek a német fővárosban. Néma csenddel és szentmisével adóztak a merényletben elhunytak emlékének. 2016. december 19-én a Breitscheid placon lévő vásárra lopott kamionnal hajtott be a gázoló. A támadásban összesen 12-en haltak meg, a sebesültek száma meghaladta az 50-et. A tunéziai származású dzsihadista férfit 4 napra rá Olaszországban lőtték le a rendőrök. 2 éve ilyenkor egy fabódénál álltam az édesanyámmal, forralt boroztunk. A merénylő behajtott a bódék közé, mindenen átgázolt. Én komolyan megsérültem, édesanyám a helyszínen meghalt. Ezért vagyunk most itt, hogy emlékezzünk. Nehéz, nagyon nehéz visszatérni erre a helyre. Az elmúlt 2 évben úgy tűnt lelkileg megerősödtem kicsit. Keményen kellett dolgoznom azon, hogy helyre jöjjek valahogy. Mindenkinek meg kell találnia azt, hogy mi a számára a legrövidebb út a gyógyulás felé, mondta egy túlélő. A történtek óta a német nagyvárosok karácsonyi vásáraiban rendkívül szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben. A berlini városvezetés idén több mint 2,5 millió eurót költött erre.